Már 13 éve, hogy az Ördög Pradát viselt C-film megjelent. Az évek alatt a rajongók meg voltak győződve arról, hogy Miranda Priestly karakterét az eredeti regényt író Lauren Weisberger korábbi főnökére, Anna Wintourról mintázta írta, aki a világhírű Vogue főszerkesztője. A stáb egy tagja viszont elmondta, hogy ez nem igaz a Meryl Streep által játszott passzív-agresszív főszerkesztő karakterének megalkotásához valóban az életből merített ihletet az író, ám egyáltalán nem Anna Wintourról mintázta őt. A filmben Miranda másik asszisztensét, MIT alakító Emily Blunt egy, az új filmje reklámozása céljából adott interjúban kifejti, a karakter nem a Vogue főszerkesztőjén alapul. Nem Anna Wintourról mintázta a karaktert, legalábbis Annának ezt mondta. Két hollywoodi férfire alapozta, akiknek sosem hozzuk nyilvánosságra a nevét, de én tudom, kik azok, mondta el Emily Blunt, aki arra is kitért, hogyan kapta meg a szerepet. 22 voltam, és a Fox stúdió meghallgatására jelentkeztem egy másik szerepre. Odadobták elém ezt a szöveget, hogy olvassam fel, ez egy másik dolog, amit úgy hívnak, az Ördög Pradát visel. Nagyon ideges voltam, mert attól féltem, hogy le fogom késni a repülőt, és amúgy is utálom, ha késésben vagyok, szóval szerintem az izgalom miatt feleltem meg én Emily mindig rettegő, ingerlékeny, éhező karakterére.